Ahogy azt már a Huawei P Smart 2019 videón végén bevezettem, az idei második tesztalanyunk egy nagyon komoly gamer notebook lesz. Hogy melyik is ez? Nos, nem más, mint az Asus Zephyrus GX531 GM. Lássunk is neki! Ez már a harmadik Zephyrus bemutató a csatornánkon. A legelső volt ugye az abszolút csúcs Zephyrus, míg ezután érkezett egy kvázi light kiadás, és valahol a kettő között tudnám elhelyezni az éppen aktuálisan mellettem lévő darabot. Nem, talán közelebb van a csúcsgéphez, de erről majd később. Megjelenésében rendkívül hasonlít megint csak az első tesztalanyunkhoz. Azokat a formákat, azokat a szín és anyaghasználatokat alkalmazták nála is, mint a korábbi kiadásnál. Megvannak tehát az Asus-tól kissé szokatlanabb szögletes formák, kiegészítve pár finom lekerekítéssel. Eléggé sportos, eléggé agresszív a dizájnja. Ehhez hozzátesznek a narancssárgás, bronzos díszcsíkok, a különböző LED megvilágítások. Van itt villogó ROG logó, a hűtőnyílásból kijövő LED fények. Szóval ja, egy eléggé dizájnos darabról van szó. Két dolog már első ránézésre feltűnhet a géppel kapcsolatban. Az egyik az az, hogy annak ellenére, hogy egy gamer notebookról van szó, mégis mennyire vékony, összesen 15 mm vastag. Ennek van egy pro és egy kontra oldala, erről hamarosan beszélni fogok. Illetve az, hogy a billentyűzet megint csak lecsúszott ide alulra. Na már most ennek az az oka, hogy a hűtőrendszert, illetve a hangrendszert építették be ekkora méretben oda fentre. A korábbi kiadásnál volt egy ilyen kis szilikon csuklótámasz, ami határozottan jól jött ennél a kialakításnál. Most ezt eléggé hiányoltam a dobozból, mert így egy picit néha kényelmetlen volt használni a notebookot. Hozzá kell tenni, hogy ismét úgy oldották meg a Zephyrusnál ezt a fajta billentyűzet elhelyezést, hogy a touchpadot elvitték jobbra a numpad helyére, és egy újfajta numberpadet alakítottak ki, aminek az a lényege, hogy alaphelyzetben egy touchpadről van szó két fizikai gombbal, amit egy gomb lenyomásával átalakíthatunk, ugyanis egy piros megvilágításnak hála ilyenkor megjelennek a numpad alapvető gombjai, a számok, illetve az összeadás kivonási jel, stb. Úgyhogy akinek hiányzik a numpad, az is megkapja, aki pedig csak touchpadként szeretné használni, annak egészségére. És akkor beszéljünk rögtön a hűtő kialakításáról, mert hogy ez az egyik legkomolyabb feladat ennél a gépnél. Igen, ahogy egy blogcikkünkben is olvashattátok, átalakul egy kicsit a gamer gép mezőny. Igazából úgy tűnik, hogy három irányzat lesz. Az egyik az az, hogy egyfajta kettő az egyben gépé próbálják majd átalakítani a gamer cuccokat a jobb szellőzés érdekében. A másik ugye az lesz, ahol cserélhető videókártyákkal és processzorokkal fognak operálni. A harmadik változat pedig, hogy minél vékonyabb, minél mobilisabb gépeket próbálnak összerakni. Nos, a Zephyrus esetében utóbbiról van szó. Az Asus ismét előszette az aktív aerodinamikai rendszert, aminek az a lényege, hogy természetesen nagy terhelés mellett a gép minél több levegőt tudjon megkapni. Így amikor felnyitjuk a gépet, aznak a teste alulról megemelkedik egy plusz emelőnek hála, ezzel 22%-kal növelve a gép testében áramló levegő mennyiségét, amíg a 83 folyadék kristályos polimer lapátkának hála megpördülnek odabent, és a rendkívül vékony bordázásnak hála ez a nagy légsűrűségű tömeg szépen le tudja hűteni nekünk a notebookunkat. Mennyire működik ez? Nos, azt tudom mondani, hogy még kell egy kicsit dolgozni az Asusnak ezen a projekten, ugyanis nagyobb terhelés mellett azért már érezhető a melegedés a felsőbb régiókban. A billentyűzetnél abszolút nem fog zavarni minket, azzal nem lesz probléma, nem melegszik, igazából a kijelző alatti rész az, ahol érezni fogjuk azért a hőt elég rendesen. Illetve egy másik negatívum, hogyha nagyon felpörögnek ezek a ventilátorok, akkor bizony hangos tud lenni a gép. Értem én, a legtöbben fülessel fogjuk játszani a játékokat, ellenben aki a gép hangszóróira bízná magát, vagy éppen egy külső hangrendszerre, annak azért zavaró lehet egy idő után a notebook zúgása. Minden esetre a próbálkozás szép az Asus-tól, ez is lehet egy megfelelő vonal arra, hogy hűsen tartsák a gépeket, és hogyha majd le tudják egy kicsit csendesíteni ezeket a hűtőrendszereket, akkor még jobb lesz. Egyelőre még azért vannak negatívumai. Na de beszéljünk egy kicsit a multimédiás részről. A mellettem látható kijelző nem más, mint egy klasszikus Full HD felbontású IPS panel, amit viszont feldobtak egy kicsit, ugyanis 144 Hz-es képfrissítési rátája van. A színek megfelelően kontrasztosak, a fényereje teljesen jó a notebooknak, és ezzel a 144 Hz-zel abszolút flow élmény rajta dolgozni, játszani. Ha van egy program vagy játék, ami ki tudja ezt a 144 Hz-et használni, akkor zseniálisan tud produkálni a Zephyrus. És hogy már a videó korábbi részében is mondtam, a hűtés mellett a hangrendszer is a billentyűzet felé lett természetesen beépítve. A dupla hangszóró nagyon masszívan tud szólni, alapvetően túl is tudná üvölteni a hangoska hűtőrendszert, pláne úgy, hogy amúgy ebben is van egy okos megoldás. Ennek a lényeg
az, hogy a hőmérsékleti és kilengési küszöbön tartja a legmagasabb hangerőn is a hangszórót a rendszere, így ennek a programnak hála, még a komolyabb hangerőnél sem fognak sérülni az alkatrészek. Szóval pacsi, ez jó ötlet volt. Nézzük még a portokat. Kaptunk 2 darab USB 2.0-ast, 2 darab USB Type-C-t, illetve egy standard USB 3.1-es portot is. A hátlapra került egy HDMI 2.0-as port, ami támogatja a 4K 60 Hz-es kijelzőket, úgyhogy rá tudjuk kötni a Zephyrust egy komolyabb kijelzőre is. Meg természetesen itt van a Wi-Fi webünk, a Bluetooth 5.0-asunk, illetve egy HD webkamera is, hogy végigfussunk a standardeken. Na de gondolom a legtöbbeteket az érdekli, hogy hogy futnak rajta a játékok, és hogy mivel futtatja a játékokat. A Zephyrus szívében bübörög egy Intel i7-8750H processzor. Ez a vezérlő 9 MHz smart cache-sel rendelkezik, maximális teljesítménye pedig akár 4,1 GHz is lehet, hál az Intel Turbo Boost 2.0-as kiadásnak. A 6 maggal 12 szálon dolgozó processzor támogatja az Intel Optane-t, a Speed Shift-et, valamint a Hyperthreading-re és a Flex Memory Access-re is képes. Emellé a nagyon komoly processzor mellé került 24 GB memória. Ezt hagyom, hogy feldolgozzátok. 24. Pontosabban 24 GB 2666 MHz-es DDR4-es RAM, illetve hogy legyen némi tárhelyünk, kaptunk egy 512 GB-os M2 PCI SSD-t. Az 512 GB, ha HDD-ről lenne szó, azt mondanám, hogy így SSD-nél már, de még azért egy 1 terás HDD-t én esetleg elviselnék, de azért már ez is bőven korrekt. Természetesen a processzor integrált kártyája mellett, az Intel UHD 630-as mellett megkaptunk egy komolyabb GPU-t is, ami nem más, mint az Nvidia GeForce 1060-asa. Ez ugye 6 GB-nyi GDDR5-ös memóriával érkezett meg, és hogy milyen teljesítménye van a gépnek. A 3D Markon a TimeSpy-nál 3983 pontot produkált, ezzel a korábbi mérések 37%-át győzte le, ezáltal ő már VR kompatibilisnek tekinthető, illetve jobb a standard gamer notebookoknál. A Firestrike-on 10238 pontot kapott, ezzel a korábbi mérések 56%-ánál jobb, és természetesen ez a teszt is azt hozta ki, hogy egy VR-ready gépről van szó. A Geekbench 4-es pontszámait is láthatjátok, hasonló eredményeket produkált itt is, mint a 3D Marknál, tehát a VR-readység már megvan neki. A Final Fantasy 15-ös benchmarkunkon pedig standard eredményt produkált 4342 ponttal, Full HD felbontásnál, magas részletességi beállításoknál. Ezek mellett utána mentem, hogy a notebook checken még milyen játékot próbáltak ki rajta. A Fortnite Epic beállításokon 80 FPS-sel, az Overwatch Epic beállításokon 107 FPS-sel ment, a Battlefield-öt Ultra beállításon 58 FPS-sel, a PUBG Ultrán 71 FPS-sel, a Rainbow Six Siege szintén Ultrán 132 FPS-t produkált. És ezek ugye az átlag eredmények, nem a legmagasabb és nem a legalacsonyabb FPS szám, amit produkált a gép, de hogyha átlagosan ezt tudja hozni, az bizony egy zseniális gamer élménnyel bíró notebook. Foglaljuk is össze, mit tudtunk meg a Zephyrus GX 531GM-ről. Van egy elég agresszív és mégis stílusos dizájnunk, amiben ugyan vannak furcsa megoldások a billentyűzet elhelyezésével, mégis látványos a maga módján. Van egy olyan hűtőrendszerünk, aminek ugyan akadnak problémái, de ahogy ezt már korábban is mondtam egy Zephyrusról, ez inkább olyan, mint egy Forma 1-es autó. Egy tesztgép, ami hatással lehet arra, hogy milyen lesz a későbbi gamer notebook. Egy csúcsmasina, kimondottan a teljesítményre kihelyezve, ami viszont a hétköznapi használatnál jelentkezik kisebb-nagyobb furcsaságokkal. Úgyhogy ez is szépen alakulni fog, a következő Zephyrus ettől valószínűleg még-még jobb lesz. Bár teljesítményben itt inkább már az a lényeg, hogy tartsa a lépést a frissen megjelenő játékokkal, mert hogy a jelenlegi helyzete is elég brutális ezen a fronton. Szóval ez volt az Asus Zephyrus GX 531GM bemutatom, hogyha tetszett, akkor nem feledkezz el feliratkozni a YouTube csatornánkra, vagy éppen lájkolni minket Facebookon. Én hamarosan jelentkezem egy Huawei MediaPad bemutatóval, tartsatok akkor is velem, ennyit mára, sziasztok!